A Zsivadán Hungary Kft. Csapata egy igazán összetartó közösség, hiszen a gyáron kívül is gyakran szerveznek különféle kikapcsolódási lehetőségeket és sportprogramokat. Így volt ez 2012-ben is, amikor először hívták meg Makóváros önkormányzatát egy egymás elleni focizásra. Ez az önkormányzattal való egy-egy mérkőzés, ez kinőtte magát olyanra, hogy 2015-16-ban rendeztük meg az első nyílt családi napunkat, és akkorra forrta ki magát, hogy akkor rendezünk egy rendes tornát is, úgyhogy ideig nyúlik vissza ez az esemény. Aztán ugye sajnos az elmúlt években ez a Covid, illetve az energiaválság, ez rányomta a bélyegét a szabadidős tevékenységekre is, úgyhogy sajnos 19-ben tudtuk megrendezni utoljára ezt a mostani futballtornát, és azt mondtuk, hogy na, akkor most már elég volt, kell egy kis mozgás, és hát nagyon jó, hogy 6 csapat vesz részt ezen a mai alkalmon, szép időben, egy jót futballozunk. A csapatok körmérkőzésszerűen játszottak, tehát mindenki összemérte egymás ellen a tudását. A Zsivadánból a termelés, a raktározás és a mérnökség részlegéről verbuválódtak össze együttesek, illetve meghívást kapott a Duokor gárdája és a Zsivadán budapesti kirendeltsége is. Azt hiszem, ez egy nagyszerű esemény. Nagyon fontos a cég és az alkalmazottak számára is. Komoly vállalati kultúrával rendelkezünk, törődünk a dolgozóinkkal, és azzal, hogy egy közösséget, családot alkossunk, és képesek legyünk együtt jobbá tenni a világot. A makói ízesítőanyagokat gyártó cég munkatársa közül többen is szerepelnek a megyei labdarúgó bajnokság harmadosztályában, így nem áll tőlük messze a sportolás. Elmondhatjuk azt, hogy azért sportos gyár vagyunk, ugye nem csak azért, mert támogatjuk a különféle sportklubokat, hanem azért mindig vannak olyan jellegű rendezvények, ahol ugye részt lehet venni és meg lehet méretni magunkat. A futballtorna végén a dobogós helyezetteket kupával díjazták, illetve egy közös ebédre is meghívást kaptak a csapatok.